A járvány idején és a legnagyobb hidegben sem marad senki ellátatlanul a győri utcákon. Erről beszélt a segítő szolgálat vezetője a legutóbbi Covid híradóban. Nemes Gábor kiemelte, jelenleg 130 regisztrált fedél nélküliről tudnak, akik folyamatosan az utcán élnek. A téli időszak az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem befolyásolja a férőhely számunkat, tehát a több éves tapasztalat alapján kialakított férőhelyszám elegendő, a téli krízis időszakban is. Senkit nem hagyunk ellátatlanul az utcán, időszakosan lehetőség van arra, hogy a férőhelyet, az engedélyezett férőhelyet túllépve, plusz férőhelyeket is tudjunk biztosítani az arra rászorulóknak. A polgármester szokás szerint a kérdésekre válaszolt a műsorban. Ezúttal a Covid-dal kapcsolatban nem nagyon jött felvetés, de egy szigeti úti sövénynyírást azért elintézett a városvezető. Felhívtam a Győr-Szó ZRT illetéket és illetékesét, és azt kértem tőle, mire lemegy a Covid-kiradó ma az adásba, addigra vágják le a sövényt. Én azt kérem, hogyha látták a Covid-kiradót a Facebookomon, akkor sétáljon ki a Szigeti Attila 104 és 110-es házak elé, és nézzék meg, hogy a sövényt levágták-e, ha nem, akkor legyenek szívesek szólni, mert akkor nyilván megkérdezem, hogy miért nem sikerült levágni ennyi idő alatt. Az ELSZ igazgatója pedig a kollégák teszteléséről beszélt a Covid híradóban. Az operatív törzs döntése alapján a járványügyi kockázatok csökkentése érdekében hétvégén fog sor kerülni a szociális alapszolgáltatásokban, gyermekjóléti alapellátásban és gyermekvédelmi ellátásban dolgozó kollégák gyors tesztelésére. A tesztelésnek a helyszínét a kormányhivatal határozza meg, ez Győrben az Árpád út 32 szám alatt lesz. Azok a kollégák, akik részt szeretnének venni ezen a tesztelésen, reggel 8 és 16 óra között fogják tudni ezt megtenni, szombaton és vasárnap. A Covid-19 Győr híradó legközelebb jövő kedden jelentkezik majd.